Sziasztok! Ezen a héten ismét jelentkezünk az MTU sorozatunkkal, és most megnézzük az IP-szeket, hogy hogyan befolyásolja az MTU-t. Attila, mi is ez az IP-szek? Az IP-szekről elmondhatjuk azt, hogy ez a világ kedvenc titkosítási protokollja. Hát, nekem nem. Elképzelhető, mégis az interneten használt adatátvitelhez ezt tekinti a legtöbb ember ilyen de facto biztonságos átvitelnek. Tulajdonképpen nem egy új dologról van szó, 90-es évek óta van ez velünk, és azt szokták mondani, hogy ez igazi layer 3-as titkosítási protokoll, van neki saját protokollnemberje. Ez egyik az 51-es protokoll számmal rendelkező AH, mint Authentication Header. Ez lényegében integritás ellenőrzés biztosít, tehát ha AH-t használunk, akkor ha valaki elküld egy csomagot valahonnan, akkor azt fogjuk tudni, hogy ez a csomag az abból a forrásból érkezett, és a csomag tartalma az nem változott meg. De akkor ebben nincsen titkosítás. Ebben nincsen titkosítás, ezt bárki látja, csak tudjuk, hogy ez nagyon eredeti. Uh-huh. Az ESP esetén, azaz 50-es protokoll numbernél, ott tényleges titkosítás történik, tehát ott két funkció is ötvözve van ebben. Egyrészt az átvitt adatokat azt harmadik személy által olvashatatlanná tesszük, legalábbis megpróbáljuk, és mellé még valahogy az integritást is biztosítjuk. De ez azért nagyon fontos, mert titkosítani, ez émes egyszerűen egyszerű dolog. Tehát ott az történik, hogy van egy számunkra fontos adat, mondjuk egy bitsorozat, van egy kulcsunk, a kulcsunkkal a bitsorozatot átalakítjuk egy felismerhetetlen bitsorozattá, és ha valaki ennek a kulcsnak a birtokában, az vissza tudja alakítani. Na most, ha ez a felismerhetetlen bitsorozatban bármi megváltozik, akkor is vissza lehet még alakítani. Csak akkor nem az eredeti dolog jön ki belőle, hanem egy teljesen más. És ezért fontos az, hogy mielőtt a kriptográfiai visszaalakítás megtörténne, azelőtt ellenőrizzük, hogy ez a csomag az nem változott meg az elküldés óta. Ezért fontos, hogy autentikáljuk is a megérkezett titkosított forgalmat. És ESP-nél minden esetben van integritás ellenőrzés? Ki lehet kapcsolni, ami azt jelenti, hogy megspórolhatunk néhány bájtot a csomagban, de ez nem a legjobb ötlet. És egyébként ezeket a IP-szek csomagokat lehet fragmentálni, vagy érdemes fragmentálni őket? Definíció szerint lehet természetesen fragmentálni. Nyilván ez attól függ, hogy az IP-szek implementációnk milyen biteket állít be. Természetesen, ha beállítja a don't fragment bitet IPv4 alatt, akkor az útközben senki nem fragmentálhatja. A jó ötlet, ez egy érdekes szituáció. Ha nem tudjuk másképpen megoldani, hogy átjusson az IP hálózatunk egyik végéről a másik végére, mint hogy valaki fragmentálja ezt a forgalmat, valaki meg összerakja, hát a semmi helyett nyilván ez is rob. Viszont a fragmentálás önmaga biztonsági problémákat vethet fel. Eleve a fragmentálásnak a mechanizmusa az nem garantálja, hogy csak egy valaki fogja az átviteli útban fragmentálni, ezért a fragmentálásnak úgy kell tudni működnie, hogy több különböző egymás után bekövetkező fragmentálásból is helyre tudja állítani a forgalmat, így akkor már belekerülnek a képbe azok a fragmentek, amik esetleg átvetednek egymásra, és ezt az átverő fragmentekkel történő kreatív játékot szokták használni bizonyos esetekben, hogy átjussanak mindenféle biztonsági mechanizmusokon. Tehát például, ha van a hálózatban egy IDS-UPS rendszer, akkor az ő működés módja szerint elképzelhető, hogy ez a csomagtartalma, ahogy ő rakja össze a fragmenteket, a tényleges host, ami megkapja a csomagot, ez meg már máshogy rakja össze, és így mondjuk láthatatlan lehet a védelmi eszköz számára, hogy mi van ténylegesen a csomagban. Ezért ezt nem egy jó gyakorlat használni a fragmentálás, hogyha IP-szek forgalmat viszünk át. Helyette inkább ugye úgy kell méreteznünk a titkosítandó forgalmunkat, hogy az IP-szek eljárás által, tehát az ESP eljárás által rákerülő különféle overheadek, meg trailerek, azok még mind beleférnek a hálózat által átvihető csomagokba. Ha meg IPv6-ról beszélünk, ott meg ugye egyáltalán nem lehet fragmentálni, tehát ott ez a dolog, ez nem probléma. Ha jól tudom, az IP-szeknek van két különböző nagy módja, az egyik a transport, a másik a tunnel mód. Mi ez a kettő, és mi a különbség köztük? Igen, így van. Az egyik a transport mód, az lényegében csak azért felel, hogy a kommunikációban résztvevő két állomás között a forgalom titkosítva legyen.
Tehát semmit nem változtat a hálózati rétegnek a részein. Ezt úgy képzeljük el, hogy van az eredeti csomagunk, az eredeti csomagunknak van egy payloadja, ahol az adat van, meg van egy header, egy IP fejlécce, ahol meg azok az információk vannak, amivel a csomagot el tudjuk küldeni a hálózaton valahova a túloldalra, és ott azt meg tudja kapni a célállomás. A transport mód az eredeti IP fejlécet azt változatlanul hagyja, ugyanúgy használja, ahogy eddig volt, és helyette beszúr egy ilyen ESP headert, ami keretezi majd a payloadunkat, végén lesz egy ESP trailer, és ugyanúgy elküldi a csomagot, tehát nem lesz benne plusz IP információ. Ennek vannak előnyei, tehát egy kevesebb overheadet tartalmaz, így a csomag így valószínűleg hatékonyabban tudjuk a rendelkezésre álló adatmennyiséget használni, és vannak ugye hátrányai, hogy mondjuk nehezebb, sőt, tulajdonképpen lehetetlen is olyan forgalmat átküldeni a hálózaton, ami azon a hálózaton nem rútolható. És itt titkosítva van a fejléc? A fejléc az maga nincsen titkosítva. Ha titkosítanánk, ugye nincsen belőle második példány, akkor a hálózatban az útközben következő routerek nem tudnának mit kezdeni a titkosított információ, hiszen a titkosításnak végül is az lenne a lényege, hogy a küldőn meg a fordón kívül senki ne férje hozzá, hogyha ez hozzáférhető lenne útközben, ez nem lenne egy túlságosan jó ötlet. És van megoldás, hogy a fejlécet is titkosítsuk? Így van, a tunelmódban ez történik gyakorlatilag, ott azt mondjuk, hogy tulajdonképpen a payload az nem az eredeti payload, hanem az egész IP csomag. Fogjuk az egész IP csomagot fejlécestől, mindenestől, berakjuk az ESP payloadba, és körbecsomagoljuk egy másik IP csomagba. Itt már nyilvánvalóvá válik, hogy ez legalább azzal jár, hogy egy 20 bájtos új IP fejlécet fogunk hozzáfűzni, ami utána már nem kell, hogy titkosítva legyen, hiszen az nem tartalmaz semmiféle olyan információt, ami gondot okozhatna, és teljes nyugalommal át lehet küldeni a hálózatnak a túlsó végére, ahol már megkapja a vevő, és a vevő szépen kicsomagolja az eredeti IP csomagot, kiveszi belőle, és utána ő ezt el tudja indítani a hálózat kevés nem titkosított részén, hogy eljusson a megfelelő helyre. De mind a két esetben továbbra is arról beszélünk, hogy egy dedikált IP protokollunk van erre, tehát az 50-es IP protokoll, ami azt jelenti, hogy nincsenek a jó kis portok, amiket megszokhattunk már mondjuk TCP vagy UDP esetén. Akkor hogy működik a natolás? Hát a natolásnál adódnak problémák. Ugye a klasszikus értelemben vett NAT, amikor a NAT a szó szerint a Network Address Translation-t jelenti, hogy csak a címeket cserélgetjük, már ott is adódhatnak gondok az ESP transportmód esetén, de a tunelmód ezen még teljesen jól át tud menni. Viszont ez a dolog nem skálázható ebben a formában, hiszen az azt jelenti, hogy vagy az van, hogy minden egyes IP-szek kommunikációs flowhoz új source destination IP páros kell, és akkor őket meg tudjuk különböztetni. Ellenkező esetben ugye a port address translation, tehát amikor a TCP és UDP portokat manipuláljuk, az itt nem megvalósult, mert nincsenek portok. Ilyenkor jön segítségül az IP-szekbe beleépített NAT traversal kiegészítés. De ezt be kell kapcsolni? Ezt természetesen be kell kapcsolni, és támogatni is kell mind a két oldalnak ezt a dolgot, amikor fogjuk az egész ESP csomagunkat, és hát mivel csomagolni nagyon jól tudunk, becsomagoljuk UDP-be. Az UDP-t azt azért szeretjük nagyon, mert az UDP-nek vannak portjai, a portokat lehet natolni, és akkor már meg is oldottuk ezt a dolgot, átjutottunk a címfordító helyen, vagy a portfordító helyen, és mégis van elegendő információnk arra, hogy megkülönböztessük egymástól a sessionöket. Ez a megoldás, ez a NAT traversal, ez standard módon az IP-szek része, de ettől függetlenül még van lehetőség arra, hogy mondjuk simán UDP protokollba csomagolva beszéljünk IP-szeket, kihasználva ugyanezt az előnyt, csak nem a NAT traversal részeként, ami ugye része a teljes rendszernek, és már az IP-szek kommunikáció felépülésekor az erre képes végpontok, ezek ezt meg tudják beszélni, hanem konfiguráció szerint mondom, hogy mondjuk az UDP 10.000-es porton szeretném átküldeni a becsomagolt IP-szek forgalmat. És miért jó ötlet UDP-be csomagolni? Miért nem inkább TCP-be csomagoljuk? Ennek lenne valami problémája? Akad. Így van. Tehát általában azt szokták mondani, hogy az UDP, az User Datagram Protocol, az a usereknek való, azzal nem foglalkozunk, a komoly emberek azok TCP-t használnak, hiszen a TCP az egy megbízható adatátvétel. Ugye ott vannak ablakok, azokat nézzük, figyeljük, ha elveszik egy csomag, ha elveszik a csomag, szólunk, hogy nézd ezt a csomagot, nem kaptam meg, küld, léci újra. Hát logikusan azt gondolnánk, hogy hát nyilván egy biztonságos titkosítási eljárás mellé egy biztonságos hálózati átvitel kell. És itt kezdődnek igazából a problémák. Ha csak arról lenne szó, hogy a titkosítás visszük át, még akár talán jó is lehetne. Hiszen abban nincsenek olyan eljárások, amik ezt megpróbálnák
valahogy meggyógyítani. Viszont amikor mi hálózati forgalmat titkosítunk, nagyon nagy valószínűséggel belül is valami hasonló flow-k lesznek, mondjuk UDP flow, meg TCP flow, és eljutunk ezzel a TCP over TCP szituációhoz, amit ilyen meltdown néven is szoktak ismertetni. Ez arról szól, hogy a két darab TCP session egyik a másikban van csomagolva. És a TCP-t azt arra fejlesztették ki, hogy az megbízhatóan működjön egy nem annyira megbízható hálózati infrastruktúrán. Tehát emlékezzünk vissza nagyon régen, 70-es évek, elosztott rendszerek, túléljük az atomháborút, minden ilyen probléma volt, előfordult, hogy elveszik egy csomag az IP hálózatban, hát hogyan lehet ezt megvalósítani? Van egy intelligens protokoll a TCP, ami ezt mind megvalósítja. Szépen újra küldözgeti azokat a dolgokat, amiket kér a túloldal, hogy nem kapta meg. Igen ám. Csak amikor ez a TCP over TCP szituáció elő tud állni, és ugye tudunk, ismerünk olyan VPN megoldásokat, mint például a Secure Socket Tunneling Protocol, az SSTP, ahol TCP-n megy a TCP-n is mehet TCP, illetve a bizonyos OpenVPN megoldások is TCP fölött működnek, ahol ez a dolog előfordulhat. Tehát képzeljük el, hogy torlódás van az IP hálózatban, és a torlódás miatt elveszik egy csomag. Ha hol veszik el? Fejlécen vagy... Valahol elveszik a hálózati útvonalban, mert valahol van egy probléma, mondjuk ott túl sok forgalom szeretne átmenni. És ilyenkor a TCP nyilván ezt észreveszi, megpróbál visszaszabályozni, és szól, hogy figyelj, én elhagytam egy csomagot, létszik, küld már vissza. Ez teljesen jó is lenne. Igen ám, de ezt bent is észreveszi. A belső TCP is észreveszi, hogy neki elveszett egy csomagja, és ő is szól, hogy létszik, küld már vissza nekem azt a csomagot. Ez a külső TCP-ben úgy értelmeződik, hogy na volt egy csomag, amit én nem kaptam meg, meg volt egy másik, amit nem tudom, hogy micsoda, de azt is el kéne küldenem. És akkor így a két dolog az ilyen láncreakció szerűen el tud indulni, hiszen az első még megpróbálja megmenteni a, nem tudom, a korábbi 1-2-3-4 tizedik csomagot, a felső meg már nem tudom hány újraküldés kezdeményezett, ami további csomagokat eredményez, ami nagy valószínűséggel a szűk ponton további torlódást fog eredményezni, tehát még több csomag veszik el, és az lesz ennek a vége, hogy egy ilyen esetben a belső session az teljesen meg is szakadhat. UDP esetén nincsen semmiféle ilyen recovery mechanizmus, így akkor azt mondhatjuk, hogy semmi gond, mi azért felelünk, hogy a csomagok átjussanak A-ból B-be, vagy átjutnak, vagy nem jutnak át. A felső protokollok, tehát ha a tunnelen belül bármiféle olyan protokoll van, ami rendelkezik saját maga ilyen megbízható átvitellel, majd az megoldja. Ha ő újra küld, akkor mi újra küldjük a titkosítottan az ő kommunikációt. Ha nem küld újra, akkor nem küldünk újra semmit. Így akkor nem fog előállni ez a láncreakció-szerű felgyorsulás, ami adott esetben ahhoz vezet, hogy még jobban túlterheljük azt a szűk pontot. Térjünk vissza egy kicsit az MTU-kra. Tehát az IP-szeknél ugye elég nagy problémát okozhatnak, hogy mekkora MTU méretünk van. Te hogy szoktad ezeket kiszámolni? Hál' Istennek vannak nagyon okos eszközök, amiket tudunk mindannyian használni, és nem kell fejben megtanulni, hogy mondjuk az ESP header az mit tudom, 8 bájtos, és úgy utána az IV az mondjuk 8 vagy 16 bájtos lehet, meg hogy a payloadot hány bájtos csomagokba kell mérni. Van egy nagyon jó tool, amit úgy hívnak, hogy IP-szek overhead kalkulátor. Ez a Cisco-nak a weboldalán érhető el. Regisztráció szükséges hozzá, de hál' Istennek nem kell hozzá semmi más, mint egy username, meg egy jelszó és egy e-mail cím, amit kiválasztunk, és utána bárki hozzáférhet. Ehhez ott be tudjuk állítani, hogy mi IPv4-es csomagot szeretnénk nézni, vagy IPv6-os csomagokkal szeretnénk nézni az IP-szeket. Használunk-e tunnelmódot, vagy transportmódot, van-e natraverzál, milyen általunk használt kulcsot, vagy integritás ellenőrző protokollt használunk, és ilyen esetben ő megadjuk azt a csomagméretet, amiből mi kiindulunk, és ki fogja nekünk számolni, hogy egészen pontosan hány byte lesz az, ami a tényleges csomagméret lesz minden egyes overheaddel. Meglepetésként érheti az embereket, hogy kis csomagméret esetén az overhead az akár közel 100% is lehet. Tehát ha mondjuk át szeretnénk küldeni egy 100 byte-os csomagot, el tudjuk érni azt, hogy mire becsomagoljuk IP-szekbe, meg mindenbe, és mi mondjuk bekapcsoljuk a natraverzált és a biztonság kedvéért, akkor már 172 byte-nál fogunk tartani, ami, hát ez az ára a titkosításnak. A link ehhez a toolhoz az ott lesz a descriptionben, és akkor az bárki nyugodtan használhatja, nagyon egyszerű lehet kezelni. Ezek szerint csak IP forgalmat lehet átvinni transportmód esetén, layer 2-es forgalmat nem? A transportmód az önmagában ugye vannak neki korlátai, de ha kreatívan használjuk más tunneling mechanizmusokkal, akkor jól tud működni. Tehát nyilván, ha nekünk van már egy alsó tunneling mechanizmusunk, ami becsomagolja azt a forgalmat, amit nem szeretnénk láttatni a transport hálózatunkon, akkor arra, ha rádobunk egy ESP transportmódot, akkor ő megoldja a titkosítást. Tehát tudunk használni egy
egyszerű, jól ismert, kevés overheaddel rendelkező, mint tudom, titkosítás, mint például az IP encapsulation, vagy a GRE, vagy az L2TP, amik önmagukban nem biztosítanak titkosítást, viszont a, mondjuk a routerek esetén tudnak biztosítani egy ilyen interfész jellegű megfogalmazást. Tehát lehet neki IP címet, tudunk rajta bármilyen forgalmat átrútolni. És ha erre ráteszünk egy ESP transportmódot, aminek semmi más feladata nem lesz, mint hogy a tunnel source és a tunnel destination közötti GRE vagy IP-IP forgalmat titkosítja, akkor nem lesz problémánk az IP-szek policy-kkel. Bármilyen forgalmat át tudunk küldeni rajta, akár layer 2 forgalmat is át tudunk ilyen formán juttatni titkosítottan egy IP hálózaton, az IP-szek csak azért felel, hogy a számára rútolható L2TP csomagokat átvigye, és a L2TP pedig azért felel, hogy az IP hálózat számára nem megoldható, nem rútolható datagramokat valamilyen formába továbbítsa. Tehát ez mind olyan dolog, amire nagyon jól tudjuk használni az ESP transportmódot, hiszen akkor megspóroltuk azt a 20 byte-ot, amit mondjuk a tunnel hozzátenni. Nyilván ezt a tunnel móddal is meg lehetne csinálni, de hát felesleges, minek, ha már egyszer úgyis becsomagoltuk, minek csomagoljuk be kétszer. Nem csak azt, hogy extra a helyet foglal el a mindenféle extra fejléc, hanem ténylegesen CPU-dét vesz igénybe, mire az összes csomagolás lebontjuk az átvitt forgalomról. És IPv6-nál transport vagy tunnel módban? IPv6-nál mind a kettő lehetséges, sőt ugye, ha a tunnelmódot használunk, tunnelmódban megvan az az előnyünk, hogy mindenféle egyéb dolog nélkül fogjuk az IPv6-ot és becsomagoljuk és átküldjük IPv4-be és fordítva. Mm-hmm. Tehát IPv6 hálózaton tudunk titkosítottan IPv4 forgalmat átvinni. Végtelen mennyiségű kreativitásra van lehetőség, ami nem feltétlenül jelenti, hogy mindent ki is kell használni, de adódhatnak olyan a pontjai az ember életében olyan kihívások, ahol amikor nincs más eszköz, és akkor ezt elővehetjük és használhatjuk. Hallottam, hogy IPv6-ot is mondtál a IP-szeknél. Szerintem ezt jövő héten tárgyaljuk meg legközelebbi alkalomkor, jó? Oké. Jövő héten újra találkozunk. Ne felejtsetek el feliratkozni. Sziasztok! Sziasztok!